Megérkeztek Paksra az FFP3-as maszkok, melyek a gyógyászati központban, az idősek otthonában és a szociális központban dolgozókhoz kerülnek. Sajtótájékoztatón jelentette be Szabó Péter polgármester a további új önkormányzati intézkedéseket. Ez szerint a 20 millió forint alatti adóalappal rendelkező vállalkozó házi orvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára elengedik az iparűzési adót. Szinte az összes háziorvost, gyermekorvost és fogorvost érinti a városban. A másik nagyon fontos dolog, amit én azt gondolom, hogy meg kell tennünk, az az, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti díját elengedjük augusztus 31-ig. Ez a közétkeztetést ellátó gazdasági társaságokat, kisvállalkozásokat, közszolgáltatást ellátó cégeket, valamint olyan egészségügyi ellátó vállalkozásokat érint, mint például gyógyszertár, házi orvosi rendelő, de köznevelési intézmények is felmentést kapnak a bérleti díj fizetése alól. Nevesítve a Balogantal katolikus óvoda, általános iskola és gimnáziumot, ők is bérelnek az önkormányzattól helyiséget, illetve a Waldorf óvodát és általános iskolát is érinti a bérleti díj elengedés. A polgármesteri keretből a Paksi Mentősök Alapítványa 800 ezer forint támogatást kap, melyet eszközvásárlásra, többek között ózongenerátor, sürgősségi fülhőmérő, lélegeztető balon beszerzésére fordíthat.